Meccsör, epelsör, vörös és fekete maláta levek is terítékre kerültek a 12. kézműves sörök és házi ízek fesztiválján Bonyarcvashegyen. A hagyományőrző rendezvényen idén 7 sörház kínálta kézműves portékáit a nagy érdeműnek, hiszen a program célja a helyi gasztronómia, valamint a kézműves sörök népszerűsítése volt. Miért jobb a kézműves sör? Hát egyrészt a kézműves sör az egy kis üzem, saját recept, és nincsenek benne tartósítószerek, nem úgy, mint a gyári sörökben. Tehát nyilván ez a lejárata is, tehát a szavatosság ideje is viszonylag rövidebb. A hét sörfőzde több tucat ízesített szűrt és szűretlen sört kínált a hétvége folyamán, ahol a vendégeknek lehetőségük nyílt, akár ismeretlen fajták kóstolására is. Nagyon finom volt. Én még nem is ittam meccsört például, most először ma, de most este a világosat fogom. A kézműves sörök mellett helyi gasztronómiai termékeket is kínáltak a fesztiválon. A klasszikus sült húsok hurka kolbász mellett réteseket, langallót vagy velőspirítóst is kóstolhattak a látogatók, miközben az Zalai Balatonpart ifjúsági fúvószenekara ismerős dallamokkal szórakoztatott. A művészetek kultúrára tettünk még nagyobb hangsúlyt, ahol a közönség teremtő erejét szeretnénk ezt megtartani, hogy az emberek együtt tudjanak szórakozni, nevetni, búslakodni, ha kell, és tudjunk egymásnak a baján, vagy éppen a boldogságában osztozni. A háromnapos gasztronómiai rendezvényt a helyi előadókon kívül gyermekprogramok és kézműves vásár színesítette, az esti órákban pedig utca, bál és neves előadók koncertjei várták a nagy érdeműt. Ma éppen a Kis Csillag zenekar, holnap a Connection nevű zenekar, akik hát ilyen fél amatőr, fél profi zenekar. Tavaly volt egy kis mini fesztiválunk, mini rock fesztiválunk, és ők nyerték el azt a lehetőséget, hogy most itt főműsor időben szombaton feléphetnek. Vasárnap pedig a Jazzteren produkció lesz, Tátrai Tibusszal kiegészülve. A szezon kezdő sörfesztivált követően számos fesztivállal rendezvénnyel készül idén is Bonyarcvashegy. Borosforgatagra, bor és csemegeszőlő fesztiválra, a 40 halász emléknapjára és a Szeretett Színház rendszeres előadásaira is várják a vendégeiket a nyár folyamán.